esett az eső. Csak a dalban csepergett az eső, a valóságban a jó időnek és a színes programoknak köszönhetően nagy tömeg gyűlt össze szombaton a nyírpozonyi Batári Parkban. Délután 4 órakor már csak ez a birka pörkölt rotyogott, igaz versenyen kívül. A többiből már leadták kóstolóikat a versenyzők. A zsűri elnökének ezúttal is nehéz dolga volt. Szakács Pál épp a jegyzeteit nézi át az eredményhirdetés előtt. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség zsűriplakettes éttermemestere, aki nem mellesleg szintén nyírpazonyi születésű, azt mondta, a csapatok fogásai visszatértek a gyökerekhez. Olyan ételekkel találkoztunk, hogy még mi is elcsodálkoztunk a hazai ízeken. Szinte éreztük az anyáink, nagyanyáink főztének az ízeit, azok tértek vissza. Másik meglepetés az volt, hogy olyan gyönyörű sátrak voltak, olyan gyönyörű portákkal találkoztunk, és adtunk is külön díjakat, ítéltünk oda külön díjakat, nem beszélve a tálalásról. A főzőversenyt a nyírpazonyi nők csülökpörkölt költeménye nyerte. Nagyon örültünk annak, hogy sok jelentkező volt, civil szervezetek, egyházak részéről, magáncsapatok is jelentkeztek el a versenyre, és így akkor 10 csapat részvételével tudtuk lebonyolítani a versenyt, és nagyon örülünk, hogy a megyei önkormányzat is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és ők is főztek, és itt voltak együtt velünk. A jó ebédhez nóta is szólt, Kocsis Janika mulatos összeállítása után a kárpátaljai kokasbandái volt a színpad, akik a magyar népzenei hagyományokat képviselték a rendezvénysorozat állandó fellépőjeként. Nekünk nagy szívünk Csücske, ugye a Szatmár, a szatmári csárdások, és egy kicsit ehhez kötődik a mi kárpátalja bemutatónk is, mert az őseink, nagyszüleink Nagypaládra valók, az utolsó szatmári faluba, ami Kárpátaljának maradt, és innen indult ki ez az egész kis gyűjtőkorútunk, és innen indult ki a kokasbandának ez a kárpátalja bemutatója, ami felöleli a határmenti településeknek a népzenéjét, népviseleteit, néptáncait, és egy kicsit ezt mutattuk be most itt ennek a szabolcsi környezetnek. Bár a nagyszínpados rendezvénykörút véget ért, kisebb közösségi programokat még tartalmaz az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című pályázat, mondta el Sesznák Oszkár, a megyei önkormányzat elnöke. Én azt gondolom, hogy nagyon eredményes és hasznos rendezvények voltak. Olyan típusú produkciókat is igyekeztünk vinni a településekre, amit máshol vagy máshogy talán nem kaptak volna meg, olyan különleges értéktartalmakat. A megyei értéktalálkozó 23. nyírpazonyi zárórendezvénye kapcsán Sesznák Oszkár úgy fogalmazott, még nem született döntés, de a megyei önkormányzat a jövőben is szeretné folytatni a rendezvénysorozatot.